Szia néző! Hello, Szerbusz! Új játékot fogunk nézni. Kedves Gorman adta a lehetőséget rá tegnap előtt, mondván, hogy majd tetszeni fog a játék. Ugye a House of Torment nevezetű játék, ami hát ilyen diablos kinézetű Vampires Survivors stílusú egyveleg. Toltam egy pár kört így streamen kívül, hogy nagyjából milyen a játék, érdekesnek tűnik egyébként, úgyhogy ezt fogjuk nézegetni ma. Hát valaki kedvet kap hozzá, mert egyébként nem tűnik rossznak, nem annyira gyors, mint a Vampire Survivors, de mindenképp érdekes, az alapjai az nagyjából hasonló, a kinézet meg a környezet az viszont eléggé diablós. Egy kicsit megspékelve egy-két dologgal. Van már több karakterem is, ugye kezdetben csak a kardos úska van. Ők kinyíltak közbe, úgyhogy a három kört mentem, úgyhogy nem lesz már annyira új a dolog. Ettől függetlenül meg tudjátok nézni, hogy milyen, hiszen mindig új ránok vannak itt is, mint a Vampire Survivors-ben. Annyi különbséggel, hogy itt hát mármint ott is vannak ilyen alapfejlesztések, ugye ami bemész a rámba, gyűjtesz pénzt, kijössz, abból a pénzből tudsz upgrade-elni, ami minden karakterre rámegy, és onnantól kezdve erősebben mész be gyakorlatilag. Szóval az itt látható bónuszok azok már aktívak lesznek, amikor bemész, így a kezdeti nehézkes indulás ugye egyre-egyre könnyebb lesz. Szóval ilyeneket lehet itt feloldogatni. Ami még így az elején van, az hát questek, amik igazából gyakorlatilag arról szólnak, hogy bemész is, ugye teljesíteni kell valami feladatot, ami ugye világos színű már azok meg lettek csinálva. Különböző jutalmak vannak, ami pedig ugye szürke, azok meg vannak nyitva és meg lehet őket csinálni. Ez ami így van hirtelennyébe. Itt meg a pályák, amik egyelőre kettő van nyitva, ami meg alapból még nincs benne. Így az elején az pedig a shoppos, ami konkrétan arról szól, hogy fel kell nyitni idézőjelesen. Szóval a lényeg az, hogy ugye lehet kapni különböző skilleket is arán alatt, de lehet ládákat szerezni bosszokból is, meg amúgy is, ahol lehet felszereléseket szerválni. Ami az elején ugye, ha megnyitjuk ezt a csávót, akkor vannak ilyen alapfelszerelések, amiket föl tudsz ragni, viszont kijuttatni új cuccokat, azt úgy tudsz, hogy van minden pályán elvileg egy ilyen kút, amiben bele kell dobni, hogyha a vége a ránnak kijössz, és akkor innentől kezdve majd meg tudod venni, és állandóan föl tudod venni a karakterre. Szóval gyakorlatilag ez is egy ilyen kezdő, egyre könnyebb lesz följebb jutni a ránokon element gyakorlatilag. Hát a kamera az nem biztos, hogy a legjobb helyen lesz, de szerintem bőven jó lesz a dolog. Úgyhogy nagyjából ilyesmi a játék. Mondom, még nem túl sokat játszottam vele, de ettől függetlenül jó lesz. Érdekes mindenképp. Az irányítás, az életem, hát az látszódik, bár számokban nem. A többi lényeges. Egy kis hangot teszek a játékra. Hát van, amit kitakarok igazából leírást, ahogy elnézem. Hát a szint az fog látszódni. Az élet a számban nem látszódik szerintem, de ettől függetlenül maga a gömbön nagyjából látni, hogy mennyi az élet. Minden más meg látszódik, jó, csak nézem, hogy mi az, ami ki van takarva. Hát kezdjük elsőnek az attack speed-del. És akkor gyakorlatilag a irányítás VASD, az ütés meg egér, és amerre nézel, ugye arra ütsz, de be lehet állítani
konkrétan autóütést is, amiben magától üt, ilyenkor nem kell az egér, és mindig amelyik közelebb van, azt támadja meg, ugye. Bár, ahogy én néztem, az nem feltétlen. Az elején lehet használni, de... Hát úgymond, ha menekülő utat kell magadnak vágni, akkor elég nehézkes a dolog. Mert nem biztos, hogy azt hitti, amit szeretnél, úgyhogy... Ja. Aztán itt is ezeket a kis köveket kell, gyémántokat, vagy miket gyűjtögetni, ezzel szintelsz. Minden szintnél lehet választani egy traitet. Ami jelenleg ugye a karaktert erősíti, majd lessznek skillek, ugye az első bossnál is jön a egy ilyen pergament, ami skillt lehet veszni, és utána a skillt is lehet erősíteni. Úgyhogy annyira nincs túl bonyolítva szerintem a dolog. Majd megnézzük a többi karaktert, és azokat még nem próbáltam. Csak ezt, úgyhogy majd kíváncsi leszek. És akkor itt is az eleje az relatív könnyű, főleg így, hogyha már upgrade-elve vagy. Itt a kút egyébként, ide lehet majd bedobni cuccot. Múlban szerint egy pickup range-et azért azt veszünk föl, hogy ne kelljen annyit szaladgálni majd a cuccokért. És akkor látszódik, mennyit sebzel, a piros az a crit. Azt gondolom egyértelmű. Ilyenkor mindig szintelünk. Ez elég jónak tűnik. Range is kéne még, meg hát az élet se lenne rossz, de ez viszont, hogy attack speed meg plusz 10 damage az jó, mert annál gyorsabban ütünk, az annál jobb nekünk, és hát a damage az mindig jó. Számlálok is, de azt nézem, hogy minden látszódik egyébként, nagyon jó. Hát egyedül mondom, az életnek a pontos, most 590 életem van, de hát maga a gömb az látszódik. Fönt a kék kis cucc, ami meg itt megy föl, az meg az XP és fölött a szint. Ugye lehet a támadásnak a szélességét, a hosszúságát, hogy milyen távolra sebezzen, mindent lehet egyébként növelni, például ugye a range-en. Így, hogy annál hosszabb. De egyébként látni azzal a fehér kis indikátorral, hogy meddig megy el a sebzés jelenleg. Ja, azon belül leső enemik kapják a damage-en. És akkor itt az első boss, aki még ilyen elég kis könnyed boss. Bár a legelején azért kell ütni bőven. Ez kritikálhat. Ez is még range. Azért erre megyek, hogy minél többet kritteljünk. Tehát most az mind, még jelenleg mindegy, hogy mennyit krittelünk. De ha többet krittelünk, az... Az még jobb. Na és akkor itt lesz az első skill, ami azt vettem észre, hogy azt hiszem 4 darabot láttam legalábbis ennél a karakternél, ami választható. És hát nekem ez jött be eddig a legjobban. Kipróbáltam mindegyiket. Ugye a Lightning Strike az gyakorlatilag random villámcsapás. Annak is a gyorsaságát, erejét, stb. Lehet növelni. Ez a Ring Blades, ez gyakorlatilag random horizontálisan, vertikálisan oldalazva megy egy ilyen blade és sebzőket. A Needles viszont folyamatosan gyakorlatilag lő a legközelebb, ahogy néztem, a legközelebbi ellenfelet. Jól is sebez, meg nagyon be lehet gyorsítani, tehát gyakorlatilag olyan, mint a jászkodnál is közben. Úgyhogy nem tudom, nekem ez volt eddig a legszimplébb, látjátok, és akkor egy ilyen lila cucc megy. És lövi a, hát szerintem a legközelebbi enemit egyébként.
Movement speed, HP rank, base defense-ot is kéne egy kicsit növelni. Már itt még nem jöttem rá, hogy mi a jó taktika. Az vagy egy idő után már begyorsulnak a zenemik, és akkor nagyon lassú a karakter, hogy a movement speedre is kell majd nyomnunk. Mindenképp gyorsabban mozogjunk. Azt amikor már nagyon mozgékonyak a zenemik, akkor van gond. Mondom, hogy nem lehet elkerülgetni őket, de már nagyobb tömegbe fognak jönni. És gyorsak. Oké, az Aria is kéne, még base crit, de ugye ez arra van, hogy szélesebb. Ha megnézzétek a fehér részt, ahol ugye mutatja, meddig sebez, ugye szélesebb, ívesebb ez a fegyver. Erre is érdemes egyébként szerintem adogatni. Duration, pickup range, mert nagyobb esély a kritre, így már ahogy számolom 15%-kal több a krit esélye. És ezt még ha megnöveljük 20%-kal, hogy nagyobbat is sebezzen, akkor az már elég jó tud lenni. Bár ugye ezeket még ez is megöli. De majd lesznek pajzsos csontvázak, meg ilyenek, azok elég masszívak. Attack speed, ez se rossz. Ugye még gyorsabban lő az a szar. Oké. Plusz 20% kritikál bónusz. És már 34-jel többet sebzünk kritnél. Duration, még range. Ability, de szerintem az ability-nél az annyira nem ennél, mert ez folyamatosan spamelődik, gondolom az ilyen olyan ability-nél, ami csak egy ideig aktív, majd újra aktív lesz, annak az idejét lehet megnövelni jobban. Gondolom én. Legalábbis leírás alapján úgy tűnik. Jön a következő boss. Ő már cifrám. Na igen, és akkor ilyenkor van az, hogy már nem halnak ugye egy izétől. Együttéstől. Még damage, legyen még crit bónusz. Ezért itt már vesztettünk HP-t. Speed ability, 20 damage. Nagyon jó, és akkor megvan az első láda. Ez a Spike Boots. Az annyira nem izgatta a fantáziámat, azt mondja, hogy everything's Skeleton to fight for you. Uh-huh. Ez nem rossz. Mármint új. Csak ezt is le kéne adnom, hogy meg tudjam újra venni.
majd legközelebb, szóval ilyenkor vagy az van, hogy használod, vagy ugye bedobod a kódba. Hogy legközelebb is tud bármikor használni. Én most szerintem... Ott van, amit izé idéz a skeletont. Hát egyelőre nem tűnik valami hasznosnak. Úgyhogy legalábbis inkább kimentjük. Szia, Bence! Jól vannak a pajzsok is. Az egész jó. Speedre is adjunk, kicsit gyorsabban mozogjunk, kelleni fog. Amire nagyon vigyázzuk ezekre a dobozokra, illetve a hordókra, ilyesmi, hogy ki kell őket ütni, mert el tudsz benne akadni, ha nem ütöd ki. Meg hát vannak benne cuccuk ki, és a többi itt is van, ami összeszedi az összes követ a földről. Lehet benne olyan is. Figyelj, mi a szintlépéshez kell. És érdemes mindig figyelni arra, hogy menekülő utat takaríts magadnak. Legalábbis ahogy észrevettem, Harincs. Ez nem rossz. Ez is kéne még, de azért még kritikál, az még kritikál. Hát tudom, hogy nem minden a damage. De azért, azért még a range duration, 10 attack speed az... Arra még szükség lenne, hogy gyorsabban találjunk. Mozgékonyságra mindenképp kéne adni, meg egy kicsit, hogy szélesebben csapkodjunk, nagyobb mennyiségű töljünk meg. Ezek a higany izék, amik szétpukkadnak, három lesz belőle. Ja. Szintlépés, élet. Movement speed-del kéne, hú, az is kéne még, de ez kell nekünk, hogy mozogjunk gyorsabban, mert... Fog kelleni. És csak megüt ez a szar. Megint megüt, nézd meg. Nem figyelek oda. Attack speed. Csak speed. Ebből most minden kéne. Egy kis heal.
csak eltalál. Ezek a kutyaizék, ezek már relatív gyorsabbak és elég ilyen kiszámíthatatlanul jönnek. És akkor ezek még párosulnak majd ilyen gyorsabb csontvázakkal. Mindig beszívtam. Eddig amennyit játszottam vele, nem sokat játszottam vele. Elég gyorsan spameljük az ütést, az jó. BPM növekszik. Talán a Lightning Strike-nak van még értelme egyébként. Base Defense. Hagyjunk magunknak egy kis életet, mert ugye az gyakorlatilag úgymond heal-el is. Hát gyakorlatilag nem. Ugye több a HP-nk, ezért megnőtt az alap, aminél tartottunk HP mennyiség is, de az érzet olyan, mintha több HP lenne, és kezdődik a szopó rész. Már rohangálnak be ezek a gyors izék, közben a boss nyomja a skilleket. Csak bele sétáltam a skillbe. És csak megüt az a szar. Thank you.
élet. Az mi? Húha. Erre csak bizonyos ideig tart. Ezt a boss-t még meg tudtam ölni. De utána már nem igazán. Mind ki kéne amúgy vinni. Ezek új cuccok. De most inkább használom. Kell izelni, hogy kezdődik. Erről beszéltem. Itt szoptam bele utoljára is, akkor eljutottam ideig. Elég gyorsan. Na és akkor azt hiszem ez a boss volt, ami már úgy, úgy is varázs, hogy körbevesz. És azon mindenképp át kell menni és sebez. De nem vagyok benne biztos. Nem. Hú, ez jó. Kevés az életem. Még egy szint. Movement speed range. Még egy szint. Még egy szint. Összeszedte az összeset a földre. Ugye itt is 30 perces egy rán. Szívtam ott.
Ah, nem jó, nagyon nem jó. Hiába töröm magam előre. Baszki, hát ez esélytelen. Ez vagy egy-egy mindig belém fut. És nincs időm megállni, hogy fölvegyek hírt. Há, ez rip. Mert most már nem egy irányból jönnek, hanem így mindig rám rohannak így felülről. De szerintem ideig nem jutottam el, vagy nem tudom, hogy ez volt az a boss, ami nyomta ezt a izét. És hogy tőle kell megvenni? Ah, ja igen, mert még hoztam ki egy ilyen izét. 6500 gold. Ez kemény. És akkor ugye fixen már lehet menni azokkal a felszerelésekkel be. Próbáljunk egy másik karaktert, nézzük meg az éjjászt. Sose játszottam még vele. Itt nincsenek ilyen, ahogy én néztem, nincsenek ilyen kombó lehetőségek. Amit lehet, hogy van, hogy még nem vettem észre, de ugye itt, itt magát a karaktert erősíted, nem pedig a fegyvereket, ugye, amit fölveszel. Szóval nem tudsz össze kombózni ezt azzal, és akkor ugye evolválódás, meg ilyenek nincsenek, úgyhogy ez egy kicsit máshogy van itt. Legalábbis nem tudom, hogy van-e benne. Odáig nem jutottam el. Simán lehet. Kilencszázak itt van, amiből kevesebbet kap, ahogy nézem, mint max élet, meg ilyenek. De viszont van, amiből többet. A másik karakter csak 6-os izékat kapott mozgást, ez meg 9-et. Az alapjáraton kevesebbet sebez. Csak kevesebb életet kap. 20-30% damage. Azért az nem passz. Mm-hmm.
azon gondolkozok közben, hogy kilőtt nyilag számát lehet növelni. Fú, ez de durva. Még azon gondolkozom, hogy itt... Ja, itt is behozom ugyanúgy a cuccokat, akkor jó. Hát ezek a szarok állandóan megrákcsálnak. Csont jön. Kéne egyébként a izé hírek, de hát sok minden kéne, na. Hogy nézem ennek az előnye, viszont hogy nincs range-e, mármint hogy végig sebez. Azért nem ad olyan. Traitet, mert ugye ez bármekkora távolságba sebez. Okay. Hírregen. Cserébe viszont kevesebbet sebezhet. Azt nem tudom, mindegy, most már nem akartam felvenni. Pickup range, még élet, még crit. Jöhet a crit, még nagyobb esélye. Az, az jó, az, az igen, az rámugrott. El is ment egy 100-as HP, majdnem.
Vagy minél több HP helyzik, annál több a sebzés HP-nként igazából. Pick up range. Jó van, az csak mindegy. Így nő, akkor a rakét is nő, amúgy is. Csak kellene még egy kis picking range. Na, így is végre közel kell menni dolgokhoz, hogy fel vagy-e. Próbálom, hogy ez mit csinál. Sok minden történik. Nem tetszik eddig. És nézzük, mindig eltalál az a lila szar. Kellene egy kis HP-ra is gyúrni. Védekezésre, de hát... Ja. Minden kéne. Base defense. Már inkább gyorsabban töltödjön a HP vissza, mára vissza tud. Hát azt jó, bekaptuk ott. Bekaptuk a végét.
Nem halt. Hát az kemény volt. Azt hittem meghalt, de nem halt meg, és azért megütött. Achievement. Vagy még quest, ez egy lófügy. Most több nyilat lövünk, aha. Ez kellett nekem még. Multi-hit. Elég gyorsan szerintem. Meg ez, hogy így jönnek és így elkezdenek körbe menni. Sajnos muszáj előre felfigyelni. Lassú a lövés. Az előbb meghal ez a karakter. Ezek is csak beleszaladok abba a lila szarba. Thank you.
muszáj vagyok nyomatni a hírt, úgymond. Na ez nyom ilyen kör. De az teljes kör volt, amit nyomott, én úgy emlékszem. Az mit történik ilyenkor? Ilyenkor ugyanúgy sérülök, az jó. Ez nem egyszerű szisztéma. Hát... Muszáj vagyok életet izélni. Benyomni. Kelleni fog. Az nagyon nem jó. Próbálom keresni a menekülő utat. Meg a healt. Hát a boss is azért is oda kéne menni. Mármint amit dobott azért. De mi nem halt meg a boss? Ez fura. Halt meg. Az a sárga jelölés eddig is jött volt. Na most fogunk meghalni. Nagyon sokan jönnek. Hát ez...
Az a baj, ezeket a higanyszarokat egyszer meglövöm, és ugye három lesz belőle. És ugye akkor így hosszában jönnek ki, és mindig megsebez. Me. Ez nem tudom milyen karakter. Na nézzük. Attack speed. Elkötöttük a lóvén. Az amúgy nem tudom, hogy ilyen pestis doktor lenne, vagy... Fogalmam sincs, kipróbáljam. Szia Tipcsi! Lángszórós. Ez amint olyan pestis izé lenne. Ha. Érdekes. Érdekesnek tűnik. Ez a túl Diablo-szerű karakter, de hát nem is arra izél, ugye? Duration az vajon növelni azt, hogy mikor betűzeződnek? Egyébként vajon? Mindig most kell lesz, hogy gyorsabban. Ez burn effect konkrétan, amit nyom. Gondolom akkor tovább fönnmarad. Van, hogy van értelme az attack speednek. Mondtam most ugye automatán nyomom itt az elején azért.
ezzel a fegyverrel, már látom, hogy egy gond lesz, hogy... Oké, okay, hogy így többször megsebzi őket, de nem öli meg egyből. És ebből lesz még probléma. Ez sima csontvás se hal meg, értitek, úgy egy ütésből, úgy idézőjelesen. Az a fej. Próbáljuk, hogy ezt a duration-t. Hát ha az effekt akkor így tovább rajta marad. Bár ugye ezek hamar meghalnak, de... Egyet azért csak rányomtam. Annyira nem szar ez a karakter. Erre ezzel azt ne felejtsük el, hogy most megint pimpeltünk rajta. Szóval több is valószínűleg erősebb lenne. De hogy az attack speednek mi értelme van itt? Mármint... Mármint, hogy folyamatosan jön a láng, de maga a damage-et hamarabb tolja ki. Meg az a kérdés még, hogy maga a duration mondjuk növeli azt is. Nem tudom.
De és akkor damage, tehát magát a damage-et 40%-kal erősíti, ez viszont megnöveli az esélyt a crit-nek. De azért a 40% az nem elhanyagolható. Szerintem. Attack speed. Nem tudom, hogy van-e értelme. Lehet, biztos van értelme. Azt szerintem hamarabb megy rá a damage, tehát hogy lehet hallani, hogy gyorsabban tikkel. Igen, csak a damage a kevés. Azt kéne még növelni. Csak nem ad be olyan. Gyakorlatilag az ability most így egyesével gyorsabb, valami nagyobbat sebez. Rajt nézem, ilyen 30-akat damage-elünk alapból. Persze egy több szörösen. És hogyha egy zöman páncélosok ellen. Vajon? Aha, igen. Szerintem igen. Hamarabb leesik a pajzsok szerintem. Az a karakter eddig. Na most kérdés a multihittel. Hát nem tudom, hogy szélesebben sebzünk-e, de lehet.
Szia, Marci! Nem tudom, mi megnézni. Húha. Valami van rajtam. A baj. Ja, plusz damage, ha. Ja, igen, ez már volt. Ez már jó hír, regeneráció. Mert tényleg majdnem egy másodpercenként egy HP. Egy XP összeszedő. Mi a helyzet, fiúk, lányok? Meséltek, milyen volt a napotok? Közben, amíg én itt koncentrálok. A burn chance. Ettől a résztől féltem, amikor jönnek be ezek a gyorsak, de azért halnak. Csak beszorul az ember. Tisztom egy órácskát, mert éjszakázok. Kedves egészségedre a szundi, ügyileg. És kitartás testére. Sikerült, Bence, a vizsga?
volt életem díje. Jobban figyelni kell, mint a vámpírosba. Ja, elvileg megvan a papíros, nagyon helyes. Szia, Kigyi! Épp azt föl kell venni. Nem érzem magam itt túl kényelmesen. Viszont eddig ezzel a karakterrel állunk a legjobban. Halt meg a boss. Azt hittem, hogy sosem nyílik ki a láda. Na, valami menekülőt kell itt keresni. Még jó lenne egy izé fölvevő. Minden gyémánt fölvevő. Jönni. Ott nem tudom, hogy fog teljesíteni. Na, én nem nagyon fogok kijutni, ez így nem jó. Kezdődik a problém.
Hát itt már nem nagyon szabad megállni. Nagyon, nagyon koncentrálni kell és előre felelőni. Még így is megsebeznek. Talán egy kicsit lenyugodtak. Nagyon kéne egy XP összeszedő, mert rengeteg ott maradt a pályán. Na, a higany gecok. Hát az most itt kifutás lesz. Tjúj! És itt jön a halál része. Fújt már ezek a higanyizék, miért már annyira nehéz. Meglövöd őket, szétpukkadnak, háromfele. Ja, van ez XP, szeszedő. Ah, de jó. Legalább egy kicsit szintetünk. Kell egy kis heal. Attack speed. Ilyen sok maradt ott a pályán. Fogalmam sincs, mi történik. Abból a szempontból nehezebb, mint a Vampire Survivor, hogy ott nem kell foglalkozni azzal, hogy ugye a fegyverek azok ugye maguktól lőnek. Itt, mondjuk itt is be lehet állítani, de itt szerintem azzal úgy lehetetlen. Mert így neked kell célozni ugye, hogy tisztítsd az utat. Hú, na ideig nem jutottunk még el. Ja, mert boss. De hogy itt még a karaktert is jobban kell irányítani. Szóval ebből a szempontból szerintem nehezebb. Hát idején nem jutottam még el, ezek nem tudom, hogy viselkednek, de nem nagyon halnak olyan könnyen. Főleg ezek a nagyok. Ezt úgy kell csinálni, hogy valahogy úgy kell mozogni, hogy a csontik mellett elmozogni. Nézd, a Marcsi már megint csak kávézni megy. Kedves egészségedre, meg mindenkinek, aki eszik, iszik, alszik, nem tudom. Hát ez problémásnak tűnik.
Ez, hogy rám nyomja a boss ezeket. Közben azt sem látom, hogy hol a boss. Hol tartunk időben? Még 6 perc van a ránból elvileg. Szóval egész jók vagyunk. Ez nem rossz ez a karakter. Nem gondoltam volna. Most mi van? Já, mert benyomtam az automatát véletlenül. Némi hír, megint csontik, de rengeteg csonti. Ez van. Most bevettem a faszát, mármint hogy... Tudom, csak én érzem túlzásnak itt a dolgokban. Tehát ennyi mindenre figyelni. A boss az nagyon jön. 15 HP maradt. Jó, ez kurva nehéz ilyen szinten. Azért itt... És ilyen kevés pénzt kaptunk. Ha megérte. Hanem az öröket filléről. Hogy ezen kívül amúgy még van-e még több pálya. Hogy ki lehet, hogy ki kell nyitni. Na próbáljuk újra.
Csapó 2. Amúgy nem éreztem lehetetlennek megcsinálni. Hogy menjen a damage. Ez új. Próbáljuk ki. Jó, hogy néha így nyom ki ilyen izért. Közös cuccot. Aha. Érdekes. Ez a sárkány. Higanygenyók.
Hiába tűnik lassabbnak a játék. Szerintem nehezebb. Irányítás szempontból jobban oda kell figyelni. Meg itt nem lesz az, hogy izé csak fogod, aztán mész jobbra-balra és mindenki hal. Mondjuk nem tudom, lehet, hogy lesz ilyen része, itt kétlem. Szóval valakinek túl gyors, meg túl villódzó, szerintem ez sokkal jobban bejöhet az illetőnek, akinek mondjuk a Vampire Survivor nem jött be, mert túl gyors, meg káosznak tűnik. És mondom, most ne tévesszem meg senkit ez a karakter, hogy ilyen lángszórós, amúgy ilyen izé harcos van benne, meg íjász, meg ilyenek, még nem tudom, hogy egyébként ezen kívül van-e karakter, biztos. Range attack speed. Az nem rossz. Ha már ilyen tüzesek vagyunk. Az alapból, amit így jelöl, az felveszi az XP-t. Ah, az nem rossz.
tudom egyelőre, az a ability az nem valami nagy duranás. Elég rendesen halnak. Bekapom, ham. Igen, itt a, az élettöltők is külön vannak. Ilyen potion-ös izi az, ami a legtöbbet tölt, ahogy elnéztem, ilyen 50-60 körül, a többi meg ilyen 5-6 életet csak. Ez tölt, igen, 50-et. Nagyon jól nyomatja az egy HP-kat. Azért van lehetőség akkor tölteni HP-t így is most már. Nagyon jó. Burning Chance. Ezt akarjuk följebb vinni. Vegyük. Plusz damage még, ha csak kevés is. Mármint úgy plusz damage, hogy mindenképp megkapják nagyobb eséllyel a tüzezést. Hát ez a Needle szerintem túl hasznos, hogy ne válasszam. Vagyis nekem legalábbis az jött be a legjobban. Na, kezdődik a szapósabb rész. De ezek most egész jól meghalnak, nézzétek meg. Tetszik. Mehet a crit chance. Mert arra még nem is nagyon nyomtunk szerintem. De nem nagyon látok, hogy critten, elég ritkán látom. Ez a build eddig tetszik. Eddig jól sikerült.
Na aztán, aki itt van, eddig hogy tetszik a játék, srácok? Mármint igazából olyantól kérdezem, akinek a Vampire Survivors mondjuk tetszett, vagy tudja, miről beszélek, hogy melyik játék ugye, hogy ahhoz képest milyen. Tudom, hogy nem mindenkinek jön be ez a stílus, meg grafika, stb., de... Addig akkor nem sok visszajelzés van ebből a szempontból. Na baj, nekem tetszik egyébként. Lépés, nagyon jó.
Ez nehezen nyadalom. Az a baj, még egyszer beadja ezeket, de nem upgrade-elődik, vagy nem. Nem lehet kétszer berakni ugyanazt a skillt. Szóval... legalábbis... teszteltem. És nem tűnt úgy, hogy bármi értelme lenne, mert nem jelent meg. Remélem, hogy nem vettem volna fel. És kérdés, hogy a Lapfire elem izére támadásra vonatkozik, vagy úgy, mint az én effektem, hogy tüzöz. Arra is vonatkozik. Annyi cucc van a földön, hogy valami hihetetlen. Ability... hagyj menjen. Szurka piszka. Beragadunk. Akkor ezeket a higanyokat utálom a legjobban.
baromira kiszámíthatatlan. Hát az probléma, itt most kurva sok HP-t vesztettem. És vesztek is. Vagy szétfröccsennek háromra, és ugye azokat még le kell izelni. Nem egyszerű. És ugye ugrálnak össze-vissza. Aztán került ki. Jó. $155 HP. De rohadtul nem akarnak halni. Ja, itt kevés volt már a damage a végén. Igen, itt látszik is, mert az előzőben 700-ban hány ezer lett volna a damage. Itt kevés volt a végére a damage. Nem nagyon haltak. Szia, Sundor. Nézzük meg ezt a másik pályán. Jóval nehezebben halnak. Mint a csontik az előző, meg itt mint a többen is jönnének. Hát nem mondom, hogy gyorsan halnak.
ha őszinte akarok lenni. De ez mi? Mármint csak így Fire Affinity, azt ennyi. Tehát maga túl tűzre vonatkozó ez. Hát hagyj menjen. Azért ez itt egy kicsit nehezebb már, mint hogy így nehezebben halnak már itt az elején is. Úristen! Jönnek a kakicsigák. Támadnak a kakicsigák. Kakaós csiga? Hát... ez konkrétan úgy néz ki, mint a kaki. De, ja, végül is kakaós csiga is lehetne. De ez konkrétan olyan, mint a, egy darab szart támadna rám. Lehet, hogy amúgy az. Ilyen pokoli környezetben, pokolba simán el tudnám képzelni, hogy megtámad még a szar is. Ráugrik a nyakadra. Ezt elkezd folytogatni.
Ezek ugyanazok a bosszok majdnem. Vagy nem? Vagy nem? Kicsit másabb. Akkor erre emlékeztem a körösre. De elmúlik, akkor jó. Ja, csak bírjad benne. Akkor. Cipő. Milyen cipő ez? Életemítása. Az mi a genyó? Megjött az óriás kaki. A mega szar. Kulabája. Csak ez gesztustalan kulabá. Mennyi kaki lett belőle?
Vaj, mert ott marad a cuccán. Nagyon figyelni kell ebben a játékban. És nagyon kevés HP-n van. Most jönnek nagyobb kulák, amit kisebb kulára esik szer. Nagyon jó. Das kulá. Ah, itt is van ilyen izé, amit én tudok csinálni, ez a... Csak itt ilyen, hát tűzfelhő konkrétan. Base defense, pick up range, hát legyen akkor... Base defense egy kicsit hátra. Csak nem tudom, mi nyomja azt a... tűzköpést, vagy mi. Ilyen a nagy kavalkárban nem látom, hogy hol az egér, de még ez a jó, hogy tényleg lehet váltogatni ilyen, tehát most például automatán csinálja a lövést, ugye, hogy oda céloz, ami a legközelebb van, és akkor, hogyha kikapcsolod, akkor van az, hogy amerre te célzol és arra lősz, mert még hogyha jobb klikkelsz, akkor annyira nem kell nyomni a bal klikket folyamatosan, de ugyanúgy te irányítod, de maga a lövés az folyamatos, tehát így nem kell nyomkodnod a balegér gombot. Elég fárasztó tud lenni amúgy. De jó, hogy van. Új, az be... Az benéztem. Szóval, hogy vannak ilyen formátumú dolgok benne.
fel kéne magunkat táplálni full HP-ra. Valahogy, de nem nagyon látom az esélyét. Lehet egy olyan szar is. Nem nagyon olyan értelmes. Cuccul túlságosan. Nem tudom, még egy kis movement speed sártana. Hány boss van már lent? Már nem azért a két fillérért. Damage bónusz. Remek. Lejött még egy boss. Hát lassan már minden izé lesz. Na most nagyon sokan jönnek. Erre oda kell figyelni. Szóval mindjárt, minden skill meg lesz. Hátra nem mozgunk.
272 HP. Movement speed. Ez most nem biztos, hogy a legjobb. De körbeálltak most itt. Bedurvult. Lemaradtak. Már új fajtán nem jön. Hát ez nagyon nem egyszerű, már itt. Nehéz egyébként mindkét pálya. Sokat maradt a izen. Pályán eldobott izé, vagy elhagyott gyémánt, vagy mi a lófaláz. Nagyon nem jó, rengeteg HP-t vesztek. Thank you.
Ha most valahogy nagyon ki kéne húzni, hogy felhápézzem magam. Hát ez baromira nem lesz egyszerű. Remarcsi, re! Valaki mindig megüt. Jönnek az óriás kakik. Így meg valami geleszta. Már rég volt, bossz. Nagyon sok HP elmegy így. Ha meg megállok, akkor meg még több. Nagy kakik nehezen halnak. Esélytelen, mindig eltalál valami. Észre, hogy ebben a játékban azért kurvára bele lehet fáradni, mert nagyon koncentrálni kell. Fű. Nem mondom. Már jövőzik a szemem. Rámugrott az a giliszta. Hát ez már lassan endgame. 3 perc van még, azért ilyen nehéz ez már. Leugranak az arcomba. Há? 14 HP-n van. Hát minden kezdet nehéz.
Belefáradtam. Legyen már ennyi elég ebből. Amondó vagyok. Csmába. Lea se. Jó, átírtam a címet. Fiúk, lányok, egy pillanatra lesz állítva a stream. Jó, hogy legyen ez külön. Tényleg egy másodperc, és jövök vissza egy kis vottal.